Minket vár a világ. Minket vár a világ. Vár ezer egy éj, sok arábusik éj. Eleve nekem mindegyik rajzfilm a kedvencem, mert volt szerencsém énekelni 25 darab Walt Disney rajzfilmben. Az Aladdinban sajnos nem. Az eredetit, ha jól emlékszem, Janza Kata és Miller Zoli énekelte. Mostanit nem tudom, ugye bocsánat a hiányosságért. Hogy melyik a kedvenc karakterem, természetesen a Ginny volt elsősorban. És a rajzfilmben még volt a Jágó a papagáj. A ők ketten vitték nálam a prímet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy tudták átültetni így úgynevezett emberfilmbe ezt. Kíváncsian várjuk. Jézusom, ez nagyon nehéz, mert én ugye a Disney filmet néztem meg, még amikor kb. Ekkora voltam. Úgyhogy én nagyon így a dalra nem emlékszem. Nyilván hát karakter az meg egyértelműen a Jean. Ő szerintem fantasztikus, elképesztően szórakoztató. És mit szólsz, hogy Will Smith a Jean? Szerintem tökéletes választás. Elképesztően humoros, nagyon-nagyon jól tudja kezelni ezeket az ilyen humoros szituációkat. Ugye azért ő leginkább erről volt jellemző. Ugye így ismerte meg az egész világ, hogy spin-off filmekben volt, meg sorozatokban volt benne. Szerintem nagyon-nagyon jó lesz, nagyon kíváncsi vagyok. Azt hiszem, annyira nem vagyok otthon a musicalekben, de az egy új élmény című szám, az nagyon tetszik, ez a minket vár a világ, ezt nagyon-nagyon szeretem, és van a egyik színésztársam, Balassa Levente, és vele szoktuk ezt énekelni. Valamint a karakter, a kedvenc karakterem, hát megmondom őszintén, most nagyon kíváncsi vagyok Will Smith-re, hogy hogy alakítja Jane-t. Minket vár a világ. Hát egyértelmű, mindenkinek az a kedvet. Nekem az az, hogy a gyerekkorom óta úristen minden karaokénál kell énekelni. Úgyhogy ez az réginek kedvenc. Illetve hát nyilván a csajos oldalon vagyok, hogy Jászmin hercegnő, hát az ugye gyerekkorom óta mindenféle hercegnő a kedvencem. Szóval, hogy ez így alap, bár mondjuk láttam a bemutatóját a filmnek, és azért nyilván az, hogy játsza a Jean-t, az elég izgalmas, az úgyhogy lehet, hogy ő vált most így felnőtt koromra majd a kedvenc szereplő, mi az Aladdinban. Érdekes volt első hallásra és első látásra, hogy Will Smith lett a Jean, de szerintem kiváló lesz, mert ugyanolyan fantasztikus az ő vígjátéki vénája, mint a drámai oldala. És természetesen a magyar hang pedig Khalid Arthur elválaszthatatlan tőle. Olyannyira megiklet az Aladdin egyébként, hogy régi vágyam, hogy a Lovaszínházban megcsináljuk. Nem gondolom, hogy nagyon el kéne rugaszkodni a alapötlettől, hiszen az Aladdint üldözhetik lovas banditák a 40 rablótól kezdve, bárhogy be tudjuk vonni a lovakat, sőt már is kitaláltam, hogy Tisún hogy fog röpködni a Aladdin és a Jászmin, ráadásul a párom így Jennifer kiváló Jászmin lehetne, meg is van rá a szereposztás. Egyébként a kedvenc dalom az nyilván a Jean, illetve a kedvenc figurám az a Jean, én magam is azt fogom játszani, ha valaha ezt megcsinálom, de a kedvenc dalom az a pár ezer egy éj, sok arábusik éj. Én a bazilika tetejére nagyon sokat megyek fel egyébként, úgyhogy most azt mondanám, hogy jelenleg az a kedvenc helyszínem. Tavaly nyáron fedeztem fel magamnak, amilyen turista látványosságok között van, és nagyon-nagyon szeretek fölmenni, mert annyira kikapcsol, meg gyönyörű, hogy körbe lehet járni, az egész város látod, felfedezek, és apró, mindig felfedezek valami új dolgot, valami tetőt, háztetőt, nem tudom, szóval ez nekem ilyen nagyon izgalmas, és imádok ott fotót is csinálni, de ez az egyik, a másik, nem szerintem a rakpartot, ahol le lehet ugye ülni a Lánchíd aljában, és gyönyörű, a legszebb látvány szerintem a Lánchídra, a várra, és ott naplementeket imádom, tehát oda is nagyon sokat járok. Illetve hát most van még egy olyan hely, ami szintén ilyen vendéglátó egység, ez a Leo, ami fent van a másik oldalán, tehát mondhatjuk, egy belváros kedvelő lány vagyok leginkább, mert onnan is gyönyörű a kilátás, hogy ott meg a parlamentre, mondjuk én a parlament közelében lakom egyébként, konkrétan egy utcányira, szóval a kiskutyámmal ott szoktam például sétálni, és azt is imádom, lemenni ott a rakpartra, és a cipős részek, mondjam, tehát hogy ezek a belvárosi környékek, de mondjuk most így azt mondanám, hogy a bazilika teteje. Nekem például a Budapest Jazz Club a kedvenc helyszínem Budapesten, pontosan azért, mert a legjobb koncerteket ott látom, hallom, és volt szerencsém nekem is jó párszor fellépni ott. Nekem két kedvenc helyszínem van. Az egyik a Színművészeti Egyetem a Rákóczi úton,
ahol életem legszebb 4 évét töltettem, és még arról is jellegzetes, hogy a mellette lévő kórházba született a kislányom, tehát egy érdekes összekapcsolódás. A másik kedvenc helyszínen pedig, ahol most dolgozom, és tevékenykedünk a Nemzeti Lovasszínház, az a Kincsen Park, ahol a magyar lovi, a magyar galopp és üvegető sport fellegvára van. Sajnálatos, hogy kevesen tudnak róla, és nem túl sokan tudják, hogy létezik a Kincsen Park, de ő ezt szeretjük igazából.